Móricz Zsigmond, a csata napja. Reggel szürke volt az ég. A nagyapó vakarta a fejét, és mérgesen mondja: itt hagynak magamba. Majd adtam volna én nekik nemzetőrséget, parádét. Itt a tavaszi munka a nyakunkon, oszt ott eszi őket a rosszabb. No, apjok, dönnyögte az öreg asszony, hát mit bosszankodsz, Mánno, majd hazajönnek. És a szemét törölgette, meg az orrát szívogatta. Haza, majd ha rájuk kaparják a fődet, én meg itt törhetem magam a tavaszival. Hirtelen megállottak a beszédben, s kifelé figyeltek. Az utcán idegen lárma volt. Az öreg asszony behúzta a vállát, a fejét, a vénember köhögött. A gyerek nép még aludt a vackokon, meleg kis arcok bújtak ki a tarka cihák közül. Jaj, ne eredj ki, szepegett a vénasszony. Fogd be már a szád, morogta az öreg ember, s kilépett a pitvarba. De bizony ő maga is félt, hát csak kilesett az ajtón. Kint két sáros huszárt látott, akik valami nyájat tereltek fényes karddal lóhátról. Erre kiállott a tornácra, s szürke szemeivel bámulta a dolgot. Hová hagyják azokat a juhokat? A bográcsba, kiáltotta az egyik huszár nevetve. Megette a fene, kiabált az öreg ember. Egészen berekedt a hirtelen haragtól, hisz a kis faluba ott vannak a németek. A két huszár megállott. Az egyik feltolta a csákót a feje búbjára, és egy keserveset káromkodott. Hely, az anyja keresztre feszített, mi csodáját, s kapargálta a magas tollas csákó alatt a fületövét. Mikor gyűjtek? Itt vannak azok egy hete. Egy hete. Ne bolondozzon, Ken, mert hát szen azt mondják, hogy azok már Esztergomnál vannak, megszöktek. Az öreg embernek a gubaszürke haja a homlokába lógott, vastag szemöldöke alatt mérgesen nézett, és folytott hangon szítta a huszárokat, hogy így beleszaladnak a németbe. Azzal már nyitotta is a kaput, hogy a birka nyájat beeresse. Úgy-úgy, öreg apó, mondta a vígabb huszár. Maga csak lássa el ezeket, aztán, ha jön egy huszárféle ember, hát mondja meg neki, hogy hozzá ne nyúljon, mert ebből leszünk ma ebédet. Ezzel megfordították a lovat, és hüvelybe dugták a kardot. Az öreg ember sietve körül leskelődött, de a szomszédba senki se volt sehol. Mint a tolvaj, sietve beterelte az állatokat az udvarra, a nagy csűrbe, rájuk zárta az ajtót, és szénát szórt le rájuk a padlásról. Ezzel el is telt az idő szépen, az eső elkezdett lassan cseperegni. Az öreg asszony a házban pörölt a gyerekekkel, akik hancúroztak. Akkor hallották a falusi dobot. A guta üsse meg a dolgukat, mindent eltekert az ördög, szitkozódott az öreg ember, amikor a dobszóra előjött, és a feleségét ott lelte az eresz alatt, ahogy a dobszó után leskelődött. Most killódhatok a veszekedett birkájával, ez is csak anyakamon. Az öreg asszony hallgatott, lesütötte a szemét. Igen, viaskodott a lelkében a vágy és az öröm. Csak sóhajtgatott nagyokat, hogy jaj, Istenem, jaj, Istenem, jaj, Istenem, Istenem, könyörülj. A vén kis Bálint Anti, a kis bíróapja, a sánta verte a dobot. Ennek is elment a fias, azt kiabált, hogy csata lesz, senki se jöjjön ki a házból. Inkább a pincékbe vermekbe tanyázzanak. Az emberekbe megállott a vér, az asszonyok reszkedtek. A gyerekek sivalkodtak, de egy-kettőre elverték őket, akkor összebújtak a kályhasútban egymás hátára, és úgy suttogtak, kísérteties meséket beszéltek. Egy öreg kacska koldus jött, az behitták a házba, leültették a földre, a kukorica kóró csomóra. Ez borzasztóan forgatta a szemét, orra szája mocskos volt, és folyvást csámcsogott.
Minden szava az volt, hogy ő 76 esztendős, és hogy nemes ember, és a győri inzurrekciónál vágták össze. Ez a mostani idő semmi ahhoz, most nincsen egy arra való ember se. A német meg fogja enni a málé magyart, mert a magyar egy gyába kutya, a Görgei nem bón, azóta már minden magyar kiheréltek volna. De Görgei azt mondta, egy stúl nevű lévai mónárnak, hogyha reggelre hidat nem csinál a garamon, felhúzatja. Bezzeg, meg is lőtt a híd. Meg Schulz bódog az az egy ember, mert talpig veres köpenyekbe jár, és nem mosdott meg, amióta kiütött. Nem is fog megmosdani. Még Bécsbe a herceg kisasszonyok meg nem füröztik. Sokat tudott az öreg beszélni, feles volt a szavában a piszok, de annál szívesebben hallgatták, és nagyon tisztelték, mert bátran kimondta, hogy a magyarok gyáva kutyák, a németek meg vonyító ebek. Csak a franc volt katona, a kutya teringette, az úgy ette az ólomgolyót, mint ezek a puják, a pattogatott kukoricát, de azért az egy magyar faj volt az, amelyik megkarikásozta. Az öregapó mérges volt a sok hiába való beszédért. Ahol egy nemes, az mind hazudik, mert már csak a hazugság tartja bennük a lelket, mióta megvan a szabadság. Különben nem is igen hallotta a beszédjét, nagyon magába süppett, és a nyájról gondolkodott. Nagyon szerette volna, ha azt a két huszárt lelőnik a csatában, akkor senki se tudná, hogy került ide a Junyáj. Ő meg majd csak kihazudná magát valahogy. Csak a holnap reggelt itt éri a birka, akkor már nincs baj, mert akkor elviszi a guta a németjét is, a magyart is. Valahogy nagy igazság is volna, hogyha már a fiait elvitték a csatába nemzetőrnek, legalább egy szép nyájuhot szerezne ebbe az átkozott időbe. Már azt is kiszámította, hogy juhászt fogad hozzájuk, de ő maga kezére tartja a nyájat, nem adja ki a hasznot a markából. Akkor csak tompa pukkanások kezdődtek. Ettől olyan némaság lett a kis házban az alacsony füstös mestergerenda alatt, hogy meghallották egymás szuszogását, és hogy suhog kint a csendes tavaszi eső az égtől a földig. A vén koldus is megérezte, hogy valami van kint, bár erősen süket volt és elhallgatott. A gyerekek arca elmerett, és úgy reszkedtek a sűrű ágyú dörgésre, s a puskák szapora ropogására, hogy a foguk összeverődött, és a szájuk lila lett. Soká ültek néma csöndben, lassan elhallgatott odakint az erős durrogás. Az öreg ember kiszámította, hogy biztosan lehúzódnak a magyarok a kis falu felé. Meg is mondta ezt. Arra mindenki fellélegzett. Az öreg koldus azt mondta, hogy a puskagolyó ellen legjobb a vályog fal, mert azon nem megy át, csak az ablakon be ne jöjjön, akkor nincs semmi baj. Tyű, kiáltott fel egyszerre az öreg apó, nem adtam vizet azoknak a szegény jószágoknak. A guta üsse meg a dolgát, hogy ennyi bajjal kell nekem itt lenni. Azzal fölállott. Csak nem akarsz kimenni, kiáltott rá a felesége rémült arccal. Csak nem hagyom, szomjan veszni a nyomorultakat, pípet kapnak, mint a csirke. De azért tétován állott ő maga is. Ne menj ki, galambom, ja Istenem, teremtőm, ne menj ki, tördelte a kezét az öreg asszony. És sovány repedezett arcán iszonyú félelem volt. Fogatlan száján töredezve jött a hang. Erre a gyerekek is ahányan voltak torkuk szakadtából, rákezdték a visítást. Nagyapó, ne menjen ki, Ken, nagyapó! Ne visíts, mint a fába szorult fére, kiabált rájuk az öreg. Meghallja az ágyú, aztán mindjárt idelű. Erre a komoly ijedelemre beleszorult a jajgatás a fiatal gégékbe, s kimerett szemmel néztek, újra vacogott a foguk, mintha borsót zörgetnek hólyagban. No látod, mondtam, hogy elmentek a kis falu felé, mondta az öreg, s nyugodtan föltette a fejére a kalapot. Családja, amely előbb kész lett volna agyon tapostatni magát vele, ha
erőszakkal ki akar közülük menni, most némán valami dermet nyugalommal eresztette a dolgára. Az öregember két veder vizet húzott a kúton, és elvitte a pajtába. Ott volt az ajtó előtt egy heverő váló, az bevitte, s megtöltötte tiszta vízzel. Szegény nyuhok bégetve törtettek a vízre, és egymás hegyin hátán tipródtak. Ne tene, mondta az öreg békés torzsalkodással, hogy az ember a kedves jószágával zsörtöl. Nem vagytok ti görgei? Nevetett. Nagyon jól érezte magát, már biztos volt benne, hogy a magyarok lementek a kis falu felé, s a németeket megrakják, elkergetik arra a Duna felé, és utána viszi az ördög őket is. A két huszárt lelövik. Miért ne lőnék, lövik most az embert, s ott fognak szegény fickók heverni a lucskos búzában. Valahol a bíró búzájába, vagy a kürti úréba. A nyáj meg itt marad, s lehajlott hozzájuk, úgy pofozta őket. Még ittak volna, de újra puskaropogás hallatszott odakünn. Mintha puska forgó kórót tördeltek volna a gyerekek, de azért puska volt biza. Meg volt ijedve, ki merjen menni? Szegény állatok nagy lármát csaptak, mégis inni akartak. Hát mégis rászánta magát. Két vederrel hozott még nekik. A kútgém csikorgása úgy sivított, mint a halálmadár, és mikor a vedrekkel a pajtába igyekezett, úgy behúzta a farkcsontját, mintha golyót érzett volna maga után. No, vesszetek, megmondta a telhetetlen állatoknak. Én nem bánom, ha itt dögöltök is, én nem reckírozom többet az életemet. Kiment a pajtából, és amennyire öreg kezeitől telt, gyorsan zárta be az ajtót, azután egyenest a házba ment. Hirtelen megint hallotta a puska szót, de most tisztán ijesztően csattogva, de jól távol. Mindjárt utána, hogy megállt ilyettében, mintha dongó szálna vagy darázs április elején. Átnézett a szomszédba. Ott bizony senki se volt az udvarokon. Bizony okosan teszik, ő se jön többet ki, akármi lesz is estig. Amikor beért a házba, föllélegzett, nagyon megkönnyebbült. Családja tágra nyitott szemmel, szájjal nézett rá, mintha már a sírból jönne vissza. Na, mit bámultok, mondta nyersen, és tenyérrel szétdörzsölte a homlokán a hideg izzadságot. Adj inkább valamit falni, még ma nem haraptam. Az öreg asszony tántorgó lábain a ládához ment. Fölnyitotta annak a hosszú tetejét, kenyeret szalonnát vett elő, oda vitte a kemencéhez, annak a patkájára ült le az öreg. Nyugodtan elővette a kését a csizmaszárból, és levágott egy darab kenyeret, meg egy szelet szalonnát. No, tessék, mondta, és egy falatot dobott a legkisebbnek. Nevetett, de a gyerekek úgy néztek rá, mintha nem közülük való volna. Reszketve, kísértetet látva. Az öreg beharapott egy falatot, és alig rágva lenyelte. Csak attól a juhásztól félek, mondta aztán gondolkodva. Felesége elértette a szavát, és lesütötte a szemét. Ha azt el nem viszi az ördög, leeresztette a karját. Fáradt volt, a nagy fekete öklei ólomból voltak egyszerre. Ennyi, de nehéz a csizmám, mondta idegen hangon. Húzd csak le, kis jányom. A legnagyobb jányka, 12 éves, neki veselkedett, és a bal lábáról húzta. Na pihenj, és mogorván dörmögte. Pedig mindenkit csak nem viszel az ördög. Az asszony tudta, hogy a juhászra gondol. Kislány újra nekilátott, és egyszerre lerántotta a csizmát. Mint a patak dőlt belőle, a félig már megaludt vér. Az öreg leesett állal bámult oda. Na mi az, ordította olyan hangtalanul, hogy szinte csak a gégéje csiklott. Azután nyögött halálverítékkel. Akkel nekik a parádé, mind elszöknek, lelüvik őket, én meg agyonölhetem magam a tavaszival. Pár percig hallgatott, mindenki úgy állotta körül némán dideregve. Akkor lebukott a földre, meg volt halva. Délutánra már ott feküdt a kis ágyon, amikor levették az ágyneműt kinyújtózkodva.
Már a csata elmúlt, a magyarok elnyomták a németeket, s utánuk mentek arra le, messze a Duna felé. Koldus is utánuk baktatott. Az öreg asszonynak a szeméből, orrából szivárogtak a vékony vizes könnyek. Este egy lehajtott fejű, szőrös ember jött, görbefejű bottal a sarat nézte. Kapu előtt megállt, bejött. Kaput kitárta, a pajtát megnyitotta. A birkanyáj kitódult egymás fején tetején. A juhász köszönt, s utánú ballagott, még volt annyi jó lelke is, hogy a kaput bezárta maga után. Köszönt, és eltűnt a bégető nyájjal. Az öreg asszony, mint az álmot nézte, nem szólt. Azt a gyalázatos kotlóst befogta, s bevitte az ölében a tojásra. Az eső egész nap egyforma lassan szitált.